A patás ördögre is leszavaznék Orbán ellen. Megérkeztünk Magyar Péter tüntetésére, és megpróbáljuk felderíteni a terepet. Megkérdezzük az emberektől, hogy mit várnak a mai tüntetésről, és milyen politikát várnak Magyar Péterről, ha esetleg megválasztják őt miniszterelnöknek. Tartsatok velünk! Amikor Magyar Péter azt mondta, hogy a magyar határvédelemnek összhangban kell lenni az EU-s határvédelemmel, mire gondolhatott? Hát arra, amit mondott. Ezt hogy kell érteni? Hát arra, amit mondott, hogy a Európai Uniós jogokkal, meg az Európai Uniós határvédelemnek érinteni kell a magyarországi határvédelmet is. Tehát itt szerintem teljesen világos. De milyen az Európai Uniós határvédelem? Hát azt gondolom, hogy folyamatosan alakul, ahogy a külső nyomás, ahogy egyébként a történelem folyamán így mennek előre a folyamatok, és folyamatosan ehhez próbálnak igazodni. Hát szerintem azt kellene a magyar határvédelemnek csinálni, amit az EU-s határvédelem elvár a magyar államtól. Például megnyitni a határokat, mert ilyen elvárás volt. Hát azt azért ennyire nem gondolnám, hogy meg kellene nyitni, de akik úgy érkeznek a határhoz, hogy vannak papírjaik, és vagyis hát nincsenek papírjaik, de úgy lépnek be, hogy ők jogosan akarnak. A Genfi egyezmény szerint. Jogosan azokat fogadni kellene nekünk. Nem tudom, hogy hallottad róla, hogy a Genfi egyezmény ugye azt mondja, hogy ha háborús országból érkezik, viszont ahogy végigjöttek 4-5 országon, az már békésnek számít. Tovább megyek, amikor új lenyomatot kértek tőlük, hogy papírokat, ideiglenes papírokat állítsanak ki ezeknek az embereknek, sokan megtagadták az új lenyomat megadását. Őket is be kellett volna engedni, mert az EU szerint igen? Szerintem nem. Az én véleményem az, hogy nem. Aki nem ad új lenyomatot és ellenáll azoknak a dolgoknak, azokat nem kell beengedni az országba. Én úgy gondolom. Na menj. De menj már innen! Ide, na. Légy szív. De gyerek, 12 éves vagy, itt sem kéne lenned. Anyád tudja, hogy itt vagy? Na, tudja. Számodra mi a legszimpatikusabb Magyar Péter politikájában? Hát az, hogy ugye csomószor nem csak az van, hogy akkor a levegőben mond valami nagy ígéretet, hanem akkor azt el is magyarázza. Tudnál példát mondani? Hát mondjuk például a... Most nem tudom, a... Például a... Amit ugye a kutyapárt is szeretett volna a választási programjukba, ez a... Ugye az egyik, nem tudom melyikük, valamelyikük ugye Robin Hood alapnak hívta, másik pedig másiknak, de ugye a lényeg az, hogy ez a... Ami eszembe. Önnek mi a legszimpatikusabb Magyar Péterben? Mondhatom németül? Nyugodtan! Csak óvatosan a némettel. Ich mag einfach seine Freiheit, seine Ehrlichkeit. Megvennék ezt a pólót. Belenyaltak ma a füledbe? Nem, ezt önnek tartogatom. Nézzük reálisan. Volt egy kegyelmi botrány, elég komoly kegyelmi botrány. Majd előjött, a botrány után egy volt férj. Igaz? És senkinek nem volt gyanús. De az, hogy Magyar Péternek van egy botrány és előjön egy volt barátnő, az már gyanús. Az már biztos megvan szervezve. Ne csináljunk már hülyét magunkból! Tehát Oliver, gyere ide, hogyha már itt jár, aztán látom, ott átsingózol. Muszáj ide jönnöm. Taka van, ide van. Egy ilyen. Hát persze, hogy élőzöm, hát zűjéskedsz. Köszönjetek Olivernek. De engem már ismernek. Magadra. Hát téged már ismernek, vigyázz, elütnek, hallod, aztán még én leszek a felelős, ezért is elütnek itt téged. Mindig hazudtok. Mit hazudtam? Minden. De egyet mondjon. Minden szabad hazudtam. Egyet mondjon. Nem mondok. Akkor megkérdezem, hogy hívnak engem? Nem tudom. De tudja azt, hogy hazudok? Tudom, láttam. De nem tudja a nevemet? Mondat. Nem tudom. Csatornámat hogy hívják? Egyszerűen teljesen, egyértelmű, hogy amit tesztek, az a magyar nép ellen van. A magyar nép, az egész magyar nép ellen. Miért csináljátok ezt? Mondd el nekem, miért csináljátok ezt? Miért uszítodok? Mi van a magyar nép ellen? Minden, amit teszel. Hogyan? De hogyan? Minden, amit teszel. Uszítasz. Hogyan? Egy példát uszítasz, mondjon. Véded Orbán Viktort, aki a haza ellen van. Miben? Hogyan? Hogyan van Orbán Viktor haza ellen? De hogyan van a haza ellen? Értelmes emberekkel. De hogyan van a... Értelmes emberek. Egy tétel se. Mit? De nem hangzott el tétel, vádak hangzottak el. Mit? Az, hogy Orbán Viktor tönkretett ezt az ország. Gyógyszerész vagyok. Ne dumáljál bele, amikor én beszélek, bazd meg. Gyógyszerész vagyok. Megafonja van a haverodnak. Hogy képzeled, hogy megafonnal jársz itt? Te mi van veled?
dugd el gyorsan, igen. És a számát, a sorozat számát leellenőrizték annak a megafonnak, nem lopott? Ugye az a egyik legfontosabb kérdés, hogyha a Magyar Péterék szerint a közmédiát senki nem nézi, akkor miért akar Magyar Péter bemenni oda, és akkor ott beolvasna pont egy ört. Most itt voltak olyan ellenvetések, hogy nincsen az idősekről, meg a gazdákról, nem tudom. De délelőtt 10-kor olyan műsorok vannak, ami pont erről szól. Tehát is például... Nézd, figyelj, az a baj, hogy Magyarország az a különleges hely, ahol ellenzéki politikus még vétséget nem követett el. Ellenzéki politikus nem hibázott, nem volt korrupt, ellenzéki megmondó ember nem sáros. Minden, ami erre utal, az csak valaki kitalálhatta. Tehát azért mondom, hogy Magyar Péter onnantól kezdve elkezdett folyamatosan a Fidesz média, a Göbbelszi propaganda, tehát ezt nyomatni, onnantól kezdve megágyazott annak, hogy itt ő soha nem hibás semmiben. Ezt a megoldást már láttuk máskor, láttuk más embereknél. Nem tudom, hogy mennyire működik. Az emberek már kezdik azért nem nagyon bevenni ezt, hogy itt mindig más a hibás, mert én kérek elnézést, de hogyha valaki komoly politikus akar lenni, akkor tudjon már egy szakpolitikai választ adni különböző kérdésekre, és ne rejtegesse a saját politikusait. Amikor... Igen, mi most azt a kérdést tettük fel egyébként az embereknek, majd a Nagyfej Facebook oldalán megtaláltuk ezt a videót, hogy mondjanak három politikust a Tiszából, illetve hogy milyen embereket képzelnének el Magyar Péter mellett a kormányon. A következő válaszok születtek, majd a Péter megmondja, mi még nem tudjuk. Majd a Péter megtekintető lesz. De érted, én tökre adom azt, hogy akkor indítsanak egy új politikai vonalat, legyen, de ez a folyamatos erőszakoskodás, ez nem normális, a DK nem vitte ilyen szintre ezt. Nem az a baj, hogy ellenzékek, nem az a baj, hogy Magyar Péter az ellenzéket képvisel, vagy kormányváltás akar, hanem az ahogyan, és ez az, ami zavar. Amikor kiírta a Facebookra, hogy is fogalmazott, segíts kérlek, hogy a magyar határvédelemnek összhangban kell lenni az európai határvédelemmel. Mit jelent ez? Mit jelent ez? Hát ezt a tévé, a kamera másik oldalán kell megválaszolni, mert ez egy olyan kérdés, amit én sem tudok. Figyeljél egy picit és tanulsz talán valamit. Jó? Hazafiságból, meg ilyesmiből. Tudod, hogy milyen egy magyar ember. Ezt nem itt fogom megtanulni. Itt nem fogsz megtanulni semmit, te bazd meg, mert hülye vagy ehhez is. Amikor Magyar Péter Szőlősi Györgyével beszélgetett, akkor a kommentelők eléggé kikeltek, hogy Magyar Péter a kommentelők szerint eléggé durván bánt Györgyével. Ön mit gondol erről? Hát én azt gondolom, hogy ahogy belebántak, úgy bánt ő a riporterrel. Értem. És most, hogy Szőlősi Györgyi 2 hét szabadságot vett ki, Magyar Péter megrovóan nyilatkozott róla, hogy hogy merül ilyenkor szabadságra menni, mikor tüntetés van éppen, és média szabadságról beszélt. Hát erről nem tudok mit mondani, hát most én biztos nem mentem volna az ő helyébe szabadságra, tehát... Ön szerint fegyelmet kellene kapni az ATV-től? Mindenféleképpen. Magyar Péternek a tüntetése van most? Aha. Nem is tudtam. Ugye? Nagyon durva. Sőt, még hazasi fel. Semmi vagy! Az a baj, hogy a Magyar Péter mögött is ugyanaz a globalista háttérhatalom áll. Az arctalanok, az arctalan politikusok, az arctalan bankárok, az arctalan iparmágnások és az arctalan médiamágnások, akik a kormányokat irányítják. Tehát van egy felső, van egy befelső irányítás. Ne tessék már ezt összekeverni azzal, hogy a magyar ember nem tudja beszélni. Akkor ne dumálja bele, amikor én beszélek, bozma. Akiknek vannak pártjai, ide jut el a dolog. Akiknek megvannak a maguk pártjai, akik a kormányokat, mint bábokat irányítják. Ezek globalisták. Ugye itt Klaus Schwab és Sorosnak a globalistái. Gyógyszerész vagyok. Bozma.